Az utóbbi hetekben nem a kimerítő edzések, hanem 30-40 lurkó fárasztotta le nap mint nap Tomi bácsit, azaz Lódi Tamást, a Rábeltó Futsal Klub világválogatott játékosát. A klub ugyanis újra meghirdette népszerű futsal táborát, amire idén is jelentkeztek szép számmal. A gyerekek nem csak a sport alapjaiba kóstolhattak bele, hanem egy hét alatt már konkrét figurákat, elemeket is tanultak. Megismerkedtek például a mamut rejtelmeivel. Alap 6, alap 9, alap félpálya, alap 9, alap 6, alap egész pálya és vissza. Gyerek szemmel persze ez máshogy nézett ki. Kozári Norbert például így mesélte el kedvenc gyakorlatát. Van az A játékos és a B. A B a tízesen áll, az A pedig a félpályán. A B játékos odapasszolja az A-nak, a B visszapasszolja és rárúgja. Jól is jött, hogy ilyen részletességgel foglalkoztak a futszállal a táborozók. Volt olyan lurkó ugyanis, aki nagy célokkal érkezett a táborba. Azért jöttem ide, mert szeretnék szeptembertől a Eto futszálba járni, és még sokat kell gyakorolnom, mert a futóképességemet is, meg a technikámat is, lövőképességemet is fejleszteni szeretném, és hát szeretek ide járni. Tomi bácsiék azért igyekeztek idén is futszálon kívüli, pihentető programokkal színesíteni a tábort. A lurkok jártak például az élményfürdőben, de voltak kirándulni, sőt evezni is. Középre, középre és kutás! Nagyon szép volt!